Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök az Alaegerszegi Televízió Kultúrkör című műsorát látják. Kérem, tekintsék meg rövid ajánlónkat, melyből kiderül, hogy mit kínálunk önöknek ma este. Programokról, tervekről. Vendégünk Tóth László, a Városi Hangverseny és Kiállítóterem intézményegység vezetője. Különleges alkotások, különleges látásmód. Fekete György munkái a Göcsei Múzeumban. Új lapszám, Bubics Tündével, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztőjével beszélgetünk. Helyi érték, rovatunkban ezúttal a Göcsei Falu Múzeumot mutatjuk be. Köszöntöm is mai első vendégünket, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az apropó, ami miatt itt ülünk, hogy tulajdonképpen elindult már a Városi Hangverseny és Kiállítóteremnek az idei szezonja, április 1-jét követően, illetve már március 31-én megkezdték a munkát. Milyen nagy durranással indítottak? Igen, elindítottuk a tavaszt a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. Egy nagyszerű rendezvénnyel, illetve két nagyszerű rendezvénnyel. Március 31-én a Cifra Fesztiválnak adtunk otthont, amikor is Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész érkezett hozzánk. És hát 40 évvel ezelőtt a sportcsarnokban volt egy Cifra koncert, Cifra György ellátogatva Zalaegerszegre, 2000 ember hallgatta meg akkor a sportcsarnokban. Erre emlékezve rendeztünk egy koncertet, ahol Balázs János zongorázott, abból a műsorból is játszott, ami 40 éve szólt. Farkas Ignác Cifra György önéletrajzi könyvéből olvasott fel részleteket. Ez egy nagyon kerek és nagyon igazán megható első felvonás volt, és aztán a szünet után, akik maradtak, és nagyon sokan maradtak, azok pedig Cifra György életét bemutató legújabb filmet tekinthették meg a hangversenyteremben. Aztán folytatták a sort egy kiállítás megnyitóval, kinek az alkotásait és meddig lehet majd látni önöknél? Igen, másnap megnyitottunk egy fantasztikus kiállítást, Kondor János Sárváron érő festőművésznek a tárlatát. Kondor János egy két hónappal ezelőtt eljött hozzánk, én láttam az ő kiállítását Sárváron, innen a meghívás. Eljött hozzánk, megnézte, hogy hova hozza a képeit, és egy igazán idevaló kiállítást hozott. Egyfelől gyönyörű, ahogy a színei az ablakok színeivel harmonizálnak, másfelől hozott egy sorozatot, ami jazzzenészekről szól, mégiscsak egy hangversenyteremben hozta ezt a tárlatot, úgyhogy azt hiszem, ez még megtekinthető április végéig, aki teheti, nézze meg. És ha már jazzzenészekről beszélünk, elkezdődött a Jazzszerdának a programsorozatait is, így sem akármilyen névvel indítottak. Udvaros Dorottya volt ezen a héten szerdán a vendégünk, teltházas koncert volt, fantasztikusan lenyűgözte a közönséget, és hát egy érdekes dolgot elmesélnék, hogy egy bohóc doktornak, aki egész életét a gyógyításra szánta, leégett a háza, és 6 gyermekével így tulajdonképpen mindent nélkül maradt, és Udvaros Dorottya egy gyűjtést szervez neki. Nálunk a hangversenyteremben a koncert végén egyetlen mondatot mondott erről, kitette a kalapját, és egy pillanat alatt az ott lévő közönség 289.500 forintot összeadott. Tehát még egy jótékonykodás is volt ezen a koncerten. Klasszikusokból viszont majd nem lesz hiány, ugye? Jól gondolom, az elkövetkező időszakban? Így van. Elindítottuk a Mozart próbákat, ezen a héten már benne voltunk, számomra az ünnepnap egyébként, amikor ilyen fantasztikus zenét játszhatunk. Én is zongorázom egy D-moll zongora versenyt, és jövő héten minden délelőtt diákokat várunk, sok ezer zalaegerszegi diák jön a hangversenyterembe Mozartot hallgatni, aminek a végén pedig pénteken este 7 órakor Mozart két legnagyszerűbb moll hangnemű művét adjuk elő, a D-moll zongora versenyt, ami az Amadeus című filmből lehet ismert, és a nagy G-moll szimfóniát, ami szintén egy elég ismert mű. Vannak erre még jegyek? Igen, már nagyon sokan váltottak rá jegyet, de még egy párat lehet kapni rá. Mozart után úgy tudom, hogy jönnek további nagy klasszikusok, kik lesznek ők. Igen, így van, május 6-án Kelemen Barnabás és a Szavária Szimfonikus Zenekar lesz a vendégünk. Schubert és Beethoven műveket fognak
meghallgatni azok, akik eljönnek erre a koncertre. Kelemen Barnabás ezúttal nem csak mint hegedűművész, hanem karmesterként is jelen lesz a koncerten. Egyet vezényel, egy szólót játszik, megint vezényel, megint szólót játszik, így lesz a koncert felépítve. És aztán június 3-án a Kapella Szavárja lesz a vendégünk. Úgy tudom, hogy ők szintén Mozart műveket fognak játszani nálunk. És hát az idén tulajdonképpen 40 éves a Városi Hangverseny és Kiállítóterem. 40 évvel ezelőtt kapta ezt a funkcióját a korábbi zsinagóga. És erre az alkalomra úgy gondoltuk, hogy egy nagyszabású koncertet tartunk. Bogányi Gergely zongoraművészt hívtuk meg, aki a zene világnapja, vagy előtte nap, az most talán szeptember 30 lesz, mert október 1-e vasárnapra esik, lesz a vendégünk, szólóban is játszik, és ha minden jól megy, akkor Rachmaninov második zongora versenyét az Alaegerszegi Szimfonikus Zenekarral adja elő. Bokányi Gergelyt egyébként majd hallhatják a fiatalok is? Mert korábban volt olyan eset, amikor ő fiataloknak is tartott egy koncertet. Van. Pontosan most is arról beszéltünk, ha már itt van, és eljátsszuk ezt a nagyszerű zongoraversenyt, akkor előtte napokban, délelőtt pedig a diákok is meghallgathatják tőle ezt a Rachmaninov koncertet. A jazzszerdáknak a programsorozata ugyancsak folytatódik, mi mindennel várják majd még a közönséget. Igen, most egy picit át kellett szerveznünk az időpontokat, de most már biztosan tudjuk, hogy április 26-án Révész Richard Latin Quartet lesz a vendégünk. Révész Richard jazzzongorista, nagyon népszerű és igazán fogyasztható jazzt játszik. Aztán május 10-én egy kicsit a világzene irányába terelődik a hangulat. Az Uljanak Quartet lesz a vendégünk, akik a zenekarnak az énekese Pár Julcsi, aki elsősorban a népzene világából érkezett, és június 7-én zárjuk az idei évadban a Jazzszerda sorozatot, amikor is pedig az Urbán Orsi Group lesz a vendégünk. Ezekre a jazzszerdákra fogékony a helyi közönség? Úgy látom, hogy egyre jobban. Igen. Sajnos a Covid megtörte. A Covid előtt alig lehetett jegyet kapni ezekre az előadásokra, alig lehetett bejutni. Aztán jött a Covid, akkor megfeleződött a közönség, és félházzal mentek az előadások. Most már az Udvaros Dorottyán teltház van, a Révész Richardra nagyon szépen fogynak a jegyek, és bízom benne, hogy ez így lesz. Most sokkal jobban megy az újraindulás, mint a koronavírus világjárvány után. Nagyon sok teltházas koncertet tudunk tartani. Azt látom, hogy a közönség érdeklődése talán visszatért, az emberek már nem félnek eljönni hozzánk, és hát nagyszerű programokat is szervezünk, amire jöhetnek. És majd a Városnapja környékére is szerveznek, úgy tudom, egy új kiállítást, ugye? Igen, lengyel testvérvárosunkból érkezik egy textilművésznő, Krosznóból. Ezt a kiállítást fogjuk megnyitni május 13-án. És folytatódnak még a kiállításoknak és a sorozatai. Úgy gondoltuk, hogy az idén egész nyáron legyen egy tárlat látható, méghozzá egy balatoni képzőművészeti tárlat. Ezt majd június 16-án fogjuk megnyitni. Itt a tematika lesz a Balaton. A Balatonparton élő, vagy a Balaton által ihletett művészeket hívjuk meg. Elsősorban a kortársokat, tehát a mai élő festőművészeknek hirdetünk egy pályázati lehetőséget, hozhatják az alkotásaikat, illetve az úgymond nagy klasszikusokat is megpróbáljuk behozni, ez még szervezés alatt áll, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb nevek közül is néhány festőművésznek az alkotása majd megtekinthető lesz nálunk a hangversenyteremben, és aztán szeptemberben pedig újra egy közös tárlatot rendezünk, méghozzá az Zala vármegyei képzőművészeti tárlatot. Erre Zala vármegyében élő, életvitelszerűen itt a megyében élő képzőművészek jelentkezhetnek. Most van a jelentkezés, kiírtunk egy pályázatot, és ennek aztán az lesz az eredménye, hogy akik bekerülnek, van itt is egy zsűri, aki majd válogat a művek közül. A zsűrinek az elnöke egyébként Kondor János festőművész lesz, akinek most van a kiállítása nálunk. Szóval, akik bekerülnek erre a tárlatra, azoknak Zalaegerszegen nyitjuk az első kiállítást, és aztán elvisszük ezt a tárlatot Keszthelyre, Nagykanizsára,
a megye határon túlra Sárvára, de még külföldre is, Dunaszerdahelyre, Varasdra, Lendvára, összesen 8 helyen szeretnénk bemutatni ezt az anyagot. Azt hiszem, hogy nagyon gazdag kínálattal várják a közönséget. Köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Április 15-én hunyt el Fekete György Kossuth és Munkácsy díjas belsőépítész, Zalaegerszeg szülötte. Ennek apropóján látogattunk el a Göcsei Múzeumban, hogy megmutassuk ottani állandó kiállítását. A Nemzetművészet címmel kitüntetett Fekete György mindig kötődött a szülővárosához. Igazi lokálpatriótaként már életében kifejezte azt a szándékát, hogy hagyatékának egy része Zalaegerszegre kerüljön. Ennek az anyagnak már az ő elképzelése szerint is az itt látható általa mozaiknak nevezett alkotások képezték a súlypontját. Ezek tulajdonképpen nem a belső építészeti munkásságához kapcsolódnak, legalábbis nem szorosan, hanem ezek olyan autonóm művészeti alkotások, amelyek nagyon mély és több rétegű mondani valót tartalmaznak. Ezeket az életének nagyjából az utolsó másfél évtizedébe készítette. Ami a tematikát illeti, a tárlaton több vonulatot alakítottak ki. Az egyikben a grafikák jelennek meg, ezek 12 tabló láthatók. Ezek a grafikák, ezek nem tartoznak a mozaikokhoz, általában korábban készültek, többnyire vázlatok, de vannak közöttük akvarellek is. Ő maga volt, aki ezeket installálta a Passepartout-ba tettem, más korábbi kiállításain is ilyen formában szerepeltette, tehát ezek a hagyatékban ilyen módon maradtak meg, és úgy gondoltuk, hogy ezt kvázi egységes vonulatként állítjuk ki. Hát ezek több évtizedet ölelnek föl. A másik egységbe a Fekete György által csak mozaikoknak nevezett, apró faalkatrészekből összeállított kompozíciók kerültek. Ezeken gondolati csomópontokként a hazaszeretet, a mély vallásosság és a szakma szeretete jelenik meg. Elkészítésükhöz az alkotó sok tárgyat használt, a fára mint anyagra pedig különleges tisztelettel tekintett. Pontosan tisztában volt vele, hogy a fa a textilen kívül a másik anyag, aminek a életünkben folyamatosan szerepe van, a bölcsőtől a koporsóig gyakorlatilag mindig ott van a fa, mindig jelen van a mindennapjainkban. És valahol Fekete György úgy állt ehhez, hogy a fát, mint anyagot nagyon tisztelte, és igyekezett minden lehetőséget megragadni, és mindent kihozni ebből az anyagból, amit csak ki lehetett hozni. Fekete György műveit a Göcsei Múzeumban hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig lehet megtekinteni. A hosszabb időt igénylő, elgondolkodásra késztető összeállítás valódi kuriózumokkal szolgálhat az érdeklődőknek. Köszöntöm is mai második vendégünket, Bubits Tündét, szervusz, jó estét kívánok! Szép estét kívánok én is mindenkinek! Arról kell beszélgetnünk, hogy végre megjelent a Pannon tükörnek a legfrissebb lapszáma, és nyilván az egymondatokkal kezdtétek, ahogyan korábban is szoktátok. Ezekben az egymondatokban most melyik hónapokat és kik vették górcső alá? Igen, 5. alkalommal jelenik meg az egymondat kiadványunk. Ez azt jelenti, hogy az előző év egymondatait fűzzük egybe, mint egy kis kalendáriumot, és így olvasható tulajdonképpen egy teljes évnek a kultúrtörténete, mondhatjuk, személyes 12 szerzőnek a látó nézőpontján, látószögén keresztül. Ez mindig változó, tehát férfiak, nők, költők, írók, filozófusok, vagy laphoz köthető kultúr embereket kérünk, hogy írják határon innen,
határon túl, tehát nagyon vegyes a felhozatal. Én akit ajánlanék most szerkesztőnket, Juhász Tibort kértük, hogy az áprilisi mondatokat írja. Azért is ajánlom ezt, mert ha valaki meg szeretné tudni, hogy egy szerkesztőnek hogy telnek a napjai, akkor kiváló, hát nem éppen egy mondatot, de egy gondolatnyi egységet olvashat a napokhoz fűződően, mert egy nap egy mondatot írni azért nagyon nehéz. Tehát, hogy így azt mondja az ember, hát jó van, most egy mondat, mi az az egy mondat, de ha tartalommal akarja az ember megtölteni, vagy impresszióval, vagy valami fajta napi kuriózummal, akkor jó sokat kell rajta gondolkodni valójában. Tehát sokszínű lett most is. A címnek García Lorca talán Magyarország a legismertebb versét választottuk, az Alvajáró románcot. Ez a cigány románcokból az egyik darab. Talán úgy ismeri mindenki, hogy zöld szeretlek, zöld imádlak, zöld szél. És ebben van egy ilyen sor, hogy de én nem én vagyok, kimmár és a házam se a házam. Hiszen a 2022-es év mindnyájunkat megint arra kényszerített, hogy átgondoljuk, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, és amit eddig történelemként megéltünk saját magunk, az hogyan fordul, és merre veszi az irányt mondjuk Európa, vagy a világ története, a világ gazdasága például. Tehát nagyon érdekes kultúrtörténeti fordulópont volt szerintem a 2022-es év. Hogyha a másik lapszámról beszélünk, hiszen most tulajdonképpen két kiadványjal jelentkeztetek, igen, az egyik a 2022-es egymondatok, a másik pedig maga a lapszám. Ott a Szép Irodalom rovatban kiket sikerült megnyerni alkotóként? Olyanokat is, akik korábban Pannon-tükördíjasok voltak, tehát Seyfert Natáliára gondolok, vagy András Lászlóra, de fiatal szerzőt is kértünk, tehát hogy a most debüt rovatunk nincsen ugyan, hanem beszívtuk a debütöt lényegében Szép Irodalomba, és hát ilyen módon kevesebb szerzőt tudtunk megjelentetni. Most ha valaki megnézi a lapot, akkor mondhatná, hogy kicsit nőiesebbre váltott, hogy egy retikülbe simán befér, aminek én bevallom őszintén, hogy először nem nagyon örültem, hiszen ennek gazdasági okai vannak, azt, hogy eddig 30 szerzőt tudtunk megjelentetni lapszámonként, most 11 szerzőt tudtunk bemutatni, 11 szerző munkáját. Ennek egyértelműen gazdasági oka van. Ilyenkor az ember, amikor kevesebb pénzzel gazdálkodik, felméri, hogy mi az, ami a túlélést jelenti. Mivel ragaszkodunk a printlap, tehát a nyomtatott sajtó megjelenéséhez, ezért változtatnunk kellett a formátumon, az egyediségünket a nyilván olcsóbb A5-ös méretre kellett kalibrálni, viszont abban bízunk, hogy beltartalomban nem sérül a lap, ha kevesebb is, de az a fajta nívó, ami eddig jellemezte a lapot, azért azt megmaradt. De sajnos valóban el kellett köszönnünk a műfordítástól, azért nagyon fáj a szívem, mert kortárs alkotókat tudtunk bemutatni a világ minden részéről, és ez hiányzik, vagy hiányzik a debütnek a sokszínűsége, de hát ugyanígy hiányzik nekem az, hogy mondjuk a kortárs képzőművészet színház rovatunkat is nagyon kis karcsúra kellett húznunk, tehát egy írást, Kostyán László írását az a Legerszegen született Szabó Sándorról tudtuk megjelentetni, hiszen azért a képisége a lapnak mindenképpen meg kellett, hogy maradjon. Tehát, hogyha valaki így látja a lapot első ránézésre így messziről, azt hiszi, hogy hát hiszen ez ugyanaz, mint ami volt. Horváth M. Zoltánnak köszönhetjük persze természetesen, hogy hasonlít, tehát hogy azért az önazonossága megmaradt a lapnak, csak hát egy kicsit karcsúbra, diétára fogtuk. Szerencsére viszont a helytörténet nem maradt ki belőle. Ki és mivel jelentkezett most ezúttal? Nem, igen. Nagyon izgalmas írást olvashatnak Deák Ferenc levelezéséről. Eddig magánkézben lévő levelezés dolgozott fel Molnár András levéltárosunk. Nagyon sokat köszönhetünk Andrásnak, hiszen nagyon figyel a rovat vezetőként a rovat nívójára,
És hihetetlenül érdekes, hogy Deák Ferenc mit is kérte egy Bécsben élő udvari ágenstől, milyen kívánságai voltak, vagy mi is volt az a téma, például azt, hogy a karórája, tehát elromlott az óra, hogy akkor hogyan és ki is fogja a Bécsben megcsináltatni, és ő hogyan fog például ehhez hozzájutni, mert hát az időmérés milyen fontos. Tehát ez egy nagyon izgalmas és érdekes része a lapunknak, és ez megmaradt, ehhez azért ragaszkodunk. Mikorra várható a következő lapszám? Hamarosan jövünk a következővel, tehát az, hogy megváltozott a lapnak a mérete, az azért egy kísérleti stádiumot is jelent. Tehát be kellett mérnünk, hogy mi az a terjedelem, amit bírunk és tudunk, és az már látszik, hogy bővíteni fogunk. Tehát a következő lapszámban már olvasható lesz az a rovat, amit most hát nem tudtunk megjelentetni, tehát helyi költőket, írókat is bemutatandó, tehát lesz. Május végén szeretnénk megjelenni a következő lapszámunkkal, ami remélem egy kicsit meghízik majd a húsvéti sonkán. Hát, ha valaki nézi ezt a műsort, olyan, aki esetleg mecénás lehet, hogyan lehetne nektek segíteni? Nagyon szívesen fogadjuk, mint ahogy van is a Zalaegerszeg város támogatása mellett, egy Váci utcában dolgozó aranykereskedéssel foglalkozó SolarGold cég, aki például támogatja a lapot, úgyhogy nagyon szívesen vennénk, hogyha cserébe reklámként felületet tudunk biztosítani, ha támogatnák a kultúrát, hiszen túl kell élnünk a nehéz időket, mert kultúra nélkül nem tudom, hogy mennyire vagyunk humanoidok. Nagyon remélem, hogy sikerül a túlélés, és azt is remélem, hogy valaki meghallotta a segélykiáltást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és ismertetted a törekvéseiteket, terveiteket. Jó olvasást kívánok mindenkinek! Most pedig következzen Helyi Érték című rovatunk, melyben ezúttal a Göcsei Falu Múzeumot mutatjuk be. Zalaegerszegen 1968. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a Göcsei Falu Múzeum. Az eredeti elképzelésnek megfelelően a szabadtéri néprajzi gyűjteményben sétálva a látogatók előtt egy elképzelt falu elevenedik meg. Az alapvető cél, ami létrehozta, az volt, hogy a 50-es, 60-as években hát végóráikat élő boronafalu épületekből megmentsék még azokat, amelyek erre alkalmasak voltak, és ezekből az épületekből jött létre itt a Zalaholtág két partján a Néprajzi Múzeum, és egyetlen egy olyan épület van, amelyik az eredeti helyén áll, ez a Henc Malom, aminek a története, hát azt gondolom, hogy egy külön műsort is megérdemelne. E köré épült a Falu Múzeum. A Malom szomszédságában régi keresztek is helyet kaptak. A hithez kapcsolódó emlékek azonban nem csak ebben a formában jelennek meg a skanzenben. Fontos épület, ha már szakrális emlékekről beszélünk, az alacsébi fa templomnak a rekonstrukciója, amit Rómer Flórisnak, a magyar régészet atyának köszönhetünk, hiszen ő imádott Göcsejben kutatni, terepen járni kelni, és az ő dokumentációjának köszönhetjük, rajzainak köszönhetjük azt, hogy meg tudta építeni. A gyűjteményben régi porták láthatók, ezek helyiségeit autentikus módon alakították ki. A tiszta szoba, a konyha, a kamra berendezési tárgyai és használati eszközei mind-mind arról árulkodnak, hogyan élhettek valaha elődeink. Az újkori szabadtéri néprajzi múzeológia már egy kicsit megpróbál emberközpontúvá lenni, tehát nem csak az népépítészet emlékeit megmutatni, hanem sokkal inkább fókuszál
az egykor ítélt embereknek az életmódjára, a kultúrájára, úgyhogy ebben az irányban szeretnénk mi is tovább gondolni a Göcsei Falu Múzeum jövőjét, és persze hozzá tartozik a hétköznapi élethez az állatvilág, a házi állatok, illetve a vadon élő állatok is, ezekről is sokkal többet szeretnénk mesélni. Ezért hívnak életre időről időre különböző témájú kiállításokat, mint például a mostani Mézes gondolatok című tárlat, ahol a méhekről és a méhészkedésről tudhatnak meg információkat az érdeklődők. Évente többször szerveznek nagyszabású rendezvényeket is. Ilyenkor kulturális produkciókkal, kirakodó vásárral egybekötött tematikus programokat kínálnak a vendégeknek. Újdonságnak számít még a közelmúltban létrehozott és átadott Zöld Sziget élménypont, ahol a gyermekek a mezőgazdaság alapjaival ismerkedhetnek meg. A skanzen ezeknek a törekvéseknek köszönhetően válik napjainkban is élővé, ugyanakkor Zalaegerszeg egyik meghatározó turisztikai látványosságának számít. Kedves nézőink, ezzel a Kultúrkör végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!